Új helyre költözött az értelmi fogyatékosok napközi otthona. Jó estét kívánok! Önök a Karcak Televízió napi hírműsorának, a nagykunsági híradónak a külön kiadását látják 2022. november 7-én 18 óra 5 perckor. Új helyre költözött 3 évtized után a karcagi többcélú kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központ értelmi fogyatékosok napközi otthona. Az átadáson jelen volt F. Kovács Sándor országgyülési képviselő, dr. Fazekas Sándor és Huba Imre közgyűlési elnök is. Nagyon örülök, illetve örülünk kollégáimmal együtt, hogy a mai napon itt lehetünk. Őszintén el kell mondanom, hogy régóta vártuk már ezt az alkalmat, hogy egy új környezetben, egy olyan épületben tölthessük napjainkat, amely a mai kor követelményeinek, illetve az előírásoknak is megfelel. Mondta köszöntőjében Kuncsilla, a karcagi többcélú kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetője. Az értelmi fogyatékosok napközi otthona, közismert nevén az ÉNO, 1989. október 1-jén nyitotta meg a kapuit szülői kezdeményezésre, azzal a céllal, hogy biztosítsa az iskolából kikerülő gyermekek és fiatalok részére a nappali felügyeletet. A napközi önálló intézményként 20 férőhelyen 11 fő taglétszámmal kezdte meg működését a Püspökladányi úton, a valamikori bölcsöde épületében. Ezt az épületet 1930-ban építették, eleinte lakóépületként szolgált, majd azt követően az 1970-es évek közepéig bölcsödeként üzemelt. A napközi otthon az indulással egy időben költözött be az épületbe, melynek átalakítására, felújítására sajnos nem került sor, így tárgyi feltételei nem voltak megfelelőek. Ezért csak határozott idejű működési engedéllyel rendelkezett az intézményegység, melynek végső időpontja 2022. október 1 volt. Mindettől függetlenül több mint 3 évtizedet töltöttünk ott, megszámlálhatatlanul sok foglalkozást, programot szerveztünk, melyek által nagyon sok emlékezetes pillanattal, felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk. 7 éve egy újabb színfolttal, a konyhakert művelésével gyarapodott a napközi otthon tevékenysége, melynek eredményeként több országos díjat is elnyertünk. A napközi otthon életében 3 fontos időpontot említhetünk meg. 1995-ben az addig önállóan működő ÉNO, a Családsegítő és Gondozási Központba integrálódott, majd 2008-ban az intézmény kistérségi fenntartásba került, így az ÉNO azóta is a karcagi többcélú kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központ keretén belül végzi tevékenységét. Működési engedélye 2009. februárjáig Karcagváros közigazgatási területére terjedt ki. Azt követően azonban a működési engedély módosításra került, és jelenleg az ellátási terület a kistérség teljes egészére szól. Napjainkban már Kenderesről, Kisújszállásról is járnak ide fiatalok. És a mai naptól a felsorolás egy újabb időponttal egészül ki, nevezetesen 2022. szeptember 1-jel, amikor is az intézmény módosított működési engedélyében telephelyként már ennek az épületnek a címe szerepel, határozatlan időre szólóan. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő 30, 40 vagy akár még több évet is ebben az épületben töltheti itt a napközi otthon. Itt szeretnénk köszönetet mondani, illetve szeretnék én is személy szerint köszönetet mondani Karcagváros önkormányzatának, polgármester úrnak, a képviselőtestület tagjainak, hogy lehetővé tették számunkra az új telephely birtokba vételét. Köszönöm Molnár Pál igazgató úrnak és a városgondnokság dolgozóinak folyamatos segítségét, Antal János úrnak felajánlását és munkáját az udvar rendbetételére vonatkozóan, amely még folytatódik természetesen, és mely által tovább tudjuk majd folytatni konyhakerti tevékenységünket is. Köszönjük a Dola General Kft.-nek, Dobrai Imrének a kivitelezési munkálatokat.
Köszönöm a kollégáim segítségét és természetesen a szülők, törvényes képviselők megértését, támogatását. Végezetül, de nem utolsó sorban, nagyon köszönöm Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal hatósági főosztály, szociális és gyámügyi osztálya vezetőjének, dr. Hajdú László Lajos úrnak és kollégáinak segítő támogatását, türelmét, melyet az elmúlt években nyújtottak felénk. Még egyszer nagyon szépen köszönjük mindenkinek a segítségét, támogatását. Sorolta az intézményvezető, majd megköszönte mindenkinek a támogatását, amely lehetővé tette a korszerű napközi otthon kialakítását. A testi vagy szellemi hátrány önmagában nem fogyatékosság, csak mások hozzáállása teszi azzá. Tehát az, ahogyan sérült embertársainkhoz viszonyulunk. Akkor tudunk tenni a legtöbbet, ha felismerjük azt, hogyha mások is vagyunk, de egyformák. Kezdte avató beszédét Szepesi Tibor polgármester, majd arról szólt, hogy a sérült emberek gondozásához az új telephelyet régóta kereste az önkormányzat. Valóban egy ünnepi alkalom ez a mai nap, hiszen ahogy az előzőekben is elhangzott, egy új épületbe költözhetett egy olyan ellátási forma, ahol a sérült embereket tudjuk gondozni, ápolni, minden napjaikat szebbé és jobbá tenni. Egy olyan épületből költözhettek ide a mai napon, amely kiszolgálta az előző éveket, és kiszolgálta azt az időt is, amikor maga az épületnek a korát gyakorlatilag már nem lehetett tovább javítani, nem lehetett tovább húzni. Én nagyon köszönöm főosztályvezető úrnak, munkatársainak azt a türelmet, megértést, amellyel irányunkba, a város irányába, az intézmény irányába voltak, hiszen Karcagváros önkormányzata folyamatosan kereste azokat a lehetőségeket, az előző városvezetés és a mostani önkormányzat is, hogy hogyan tudja megoldani az értelmi fogyatékosok napközi otthonának az elhelyezését. Ez a hosszú keresgélés ugye ebben az évben vált realitássá, hiszen az intézményi épületek átszervezésével, az intézményi élet átszervezésével, összevonásokkal, csoportátalakításokkal vált lehetővé az, hogy egy olyan épület, amelyben most is vagyunk, felszabadult és lehetőséget teremtett arra, hogy az értelmi fogyatékosok napközi otthona, az ÉNO, egy méltó és megfelelő 21. századi körülmények közé költözhessen. Én nagyon szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik a kivitelezésben közreműködtek, hiszen nagyon gyors és nagyon szakszerű munkát végeztek, hiszen nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre ahhoz, bár tudom, hogy főosztályvezető úr, hogyha kellett volna, akkor még néhány hetet biztos, hogy tud tolni a határozott idejű működési engedélyen, de próbáltuk az időkereteinket úgy felhasználni, hogy beleférjünk ebbe, és az oktatási nevelési évet szeptember 1-től ebben az épületben, megújult környezetben tudjuk elkezdeni. Köszönöm az itt dolgozók segítségét, hiszen nélkülük nem valósulhatott volna meg. Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a felújítás után ilyen szép és esztétikus környezetbe kezdődhessen el a munka. Köszönöm azokat a felajánlásokat, amelyeket kaptunk a város lakosságától, a város lakóitól, a szülőktől, és ahogyan itt előttem is elhangzott, ugye az udvar rendbetétele még folyamatban van, de biztos vagyok abban, hogy nem csak az épület, hanem a környezete is folyamatosan meg fog szépülni. Tisztelt ünneplők, kívánom azt, hogy az új épületben féltőgonddal vegyék birtokba a gondozottak, az itt dolgozók, élvezzék, használják ki az ebben az épületben rejlő lehetőségeket. Kívánom, hogy legyen ez második otthona mindenkinek, aki ide jár és aki itt dolgozik. És hát nem utolsó sorban kívánom az intézmény valamennyi dolgozójának, vezetésének erőt, jó egészséget és munkájukba vetett hitüknek megtartását, sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok mindenkinek. Most a Jókai utcai épület már a 21. századnak megfelelő körülményt biztosít az ellátottaknak és a dolgozóknak is.
A következőkben emléklapok átadására kerül sor azon személyek részére, akik hozzájárultak az értelmi fogyatékosok napközi otthonának felújításához. Az emléklapokat átadja Szepesi Tibor polgármester, az emléklapokat a következők kapják. Dola Generál Kft. Dobrai Imre ügyvezető úr részére. Valamint a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának dolgozói, akik számos területen könnyítették és segítették a költözés fázisait. Antal János, aki az udvar rendezésében vállalt hathatós szerepet. Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka, ahonnan kapcsoljuk F. Kovács Sándor miniszteri biztost, a térség országgyűlési képviselőjét. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök innen az országgyűlés épületéből. Most lett vége a törvényjavaslat vitájának, amely a cselekvő fogyasztóvédelemről szólt. Ebben a vitában én a Fidesz vezérszónoka voltam. Ez egy nagyon fontos törvény, hiszen mindannyian már egyre többet vásárolunk interneten, az úgynevezett online térben. És a reklámok, a marketingek is onnan érnek el bennünket a legtöbbször. És ez a változó világban, ebben a változó kereskedelemben szükséges arra, hogy a fogyasztókat, minket, vásárlókat védjen ez a törvény. Ezért módosítottunk rajta, több szabályt vezettünk be, ez a fogyasztóbarát, de védi a kereskedőket is, hiszen a túlzott adminisztrációt le kell csökkenteni, és ez mindannyiunknak jó. Én kívánom mindenkinek, hogy vásároljunk, kereskedjünk jól és biztonságosan. Köszönöm. Köszönjük, képviselő úr, a tájékoztatást. Üdvözlöm Szepesi Tibor polgármestert. Milyen fejlesztés történik itt most a katolikus templommal szemben? Üdvözlöm a televízió nézőket, jó napot kívánok! Folytatjuk azt a megkezdett munkát, amelyet az utak, járdák, parkolók felújítása kapcsán elkezdtünk még az előző évben, hiszen akkor ugye sokat beszéltünk róla, láttuk azt, hogy megnövekedett a gépjármű forgalom, nagyon sok személyautó van forgalomban, nagyon sokan használják ezeket a forgalomban lévő autókat, nem csak a hétvégeken, hanem a hétköznapokon is egyre többen, ezért azt láttuk, hogy szükségesek a parkolóknak az építései. Ugye azokon a frekventált helyeken, ahol több autó egyszerre fordul meg ma már, ott természetesen oda kellett figyelni arra, hogy ezeket a parkolóhelyeket bővítsük. A piac környékén, az iskolák környékén volt az első sorban az előző időszakban, de természetesen folytatjuk ezt a sort, hiszen meg kell oldani, és biztonságosan meg kell oldani a postánál a parkolás. Természetes, hogy a katolikus templomban is egyre többen járnak, tehát itt is oda kell figyelni arra, hogy biztonságosan és többen tudjanak parkolni. Ennek megfelelően egy előzetesen már megtervezett parkolónak a terveit poroltuk le, és gyakorlatilag ez van most megvalósítás alatt. Milyen forrásból valósul meg, és mikorra várható az elkészülte? Egy belügyminisztériumi pályázat a kisvárosi programcsomag keretében tudjuk ezt a parkolót, és még a hozzákapcsolódó parkolókat majd, hiszen nem csak ez az egy parkoló fog megvalósulni, hanem a víztoronynál folytatjuk a parkolónak a bővítését, kerti utakat fogunk tudni ebből a pályázatból, illetve a Kossuth-Lajos utcának a aszfaltozása is meg fog történni, hiszen azt is láttuk, hogy a piac környékének a forgalma is teljesen megnőtt. Én azt látom, hogy nagyon jól haladnak a kivitelezők, főleg ezen a területen, hiszen itt egy további részét is meg kell oldanunk pályázaton kívül, ezt önerőből kell, hiszen jelezte a kivitelező, hogy azzal együtt, hogy itt parkolót épít, célszerű lenne a járda burkolatát is megújítani, hogy összefolyjanak ezek a munkálatok, hiszen nagyon egyrészt rosszul nézett volna ki az, hogy van egy gyönyörű új parkolónk, és mellette egy feltöredezett, felpúposodott járdaszakasz.
másrészt pedig, hogyha majd később kezdünk hozzá a járdához, akkor nehogy megsérüljön a frissen elkészült parkoló. Tehát azt láttuk, hogy itt a járda szakaszt is meg kell újítani a parkolóval együtt. Én azt gondolom, hogy hamarosan végeznek. Az egész pályázatnak a befejezése várhatóan tavaszra fog átcsúszni, de bízom abban, hogy az időjárás esetleg egy hamarabbi befejezést is lehetővé tesz. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!